Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának február 10. kiadását látják. Az elmúlt napok eseményeinek összefoglalóival, programajánlókkal és sporthírekkel jelentkezünk. Először nézzük képes tartalomjegyzékünket. Névadó. A Sárvári Tinódi Gimnáziumban január 30-án délelőtt megemlékező programokat szerveztek névadójuk Tinódi Lantos Sebestyén halálának 468. évfordulója alkalmából. Megemlékezés. A Sárváron 1556. január 30-án elhunyt énekmondóról az önkormányzat, a Kulturális Központ és a Sárvári Gimnázium együtt is megemlékezett a Várparkban. Az év vasi embere Benkő Sándor fotóművész, fotóriporter lett 2023-ban. Az év vasi embere, a sárvári alkotónak Sárvár vezetői is gratuláltak az elismeréshez. Imahét. A sárvári ökumenikus imahét második alkalmán Pető Udvardi Andrea evangélikus lelkész hirdetett igét a református templomban. Záró istentisztelet. Szent Györgyi László református lelkész ige hirdetésével zárult az ökumenikus imahét Sárváron, a katolikus templomban. Református bál. A 28. sárvári református bál díszvendége dr. Balikó Zoltán helyettesítő lelkész és dr. Márti Vadar alpolgármester volt. Mozdulj Sárvár! Idén is sok-sok sportrendezvénnyel készülnek Sárváron, amelyekről a helyi sportvezetők február 7-én egyeztettek a Városházán. Kézilabda. A Sárvár Aréna kupasorozat február 3-án felnőtt felkészülési tornával folytatódott a Sárvár Arénában. A Sárvári Tinódi Gimnáziumban január 30-án délelőtt megemlékező programokat szerveztek a névadó Tinódi Lantos Sebestyén halálának 468. évfordulója alkalmából. Az osztályoknak délelőtt egy 8 állomásból álló vetélkedőt tartottak, majd a 9. évfolyamos tanulók részvételével megkoszorúzták az iskolában a Tinódi szobrot. Az emléknapon hirdették ki a Tinódi Szejbert pályázat eredményét is. Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekes halálának 468. évfordulója alkalmából megemlékezést tartott a Sárvári Tinódi Gimnázium az iskola falai között. Az ünnepségen Németné Rádl Krisztina igazgató köszöntötte a diákokat, jelen volt Kondora István polgármester, Tinódi Lantos Sebestyén jelentőségéről szólt dr. Hajdú Tamás pedagógus. A Summáját írom című ének felcsendülése közben a 9. évfolyamos tanulók részvételével a diákönkormányzat tagjai megkoszorúzták a Tinódi szobrot. A koszorúzás után kihirdették a Tinódi Szejbert pályázat eredményét. Idén 3 kategóriában írt ki pályázatot az intézmény. Elismerést vehetett át Gál Karolina 9. évfolyamos tanuló, aki képzőművészet és prezentáció kategóriában is pályázott. Vers kategóriában díjazott lett Gál Zalán és Marton Márton 9. évfolyamos tanulók. Képzőművészet kategóriában Őri Dorka 10. osztályos diák. A díjakat Kondora István polgármester és Németné Rádl Krisztina igazgató adta át. A nyertes pályaműveket Pernecker Csilla pedagógus méltatta. Képzőművészeti, vers és prezentációs kategóriákban érkeztek pályaművek. 4 diákunkat jutalmaztunk, amely jutalmazásban köszönjük a város segítségét is. A Tinódi napon magán 3 tanóra keretében egy vetélkedőt tartottunk, amit Hajdú Tamás kollégám állított össze. A diákok, osztályok osztályról osztályra járva, ilyen körforgásos módszerrel különböző feladatokat oldhattak meg az egyes termekben. Volt, amikor öltözékeket kellett felismerni, vagy híres embereket kellett kitalálni, volt zene is, és a bandérium is itt volt, és ők is kis prezentációval, kis bemutatóval színesítették ezt a mai napot. A
A hagyományt követve az ünneplőbe öltözött kilencedikesek elénekelték a Tinódi indulót, és ezzel végérvényesen is befogadta őket az iskola közössége. Én úgy gondolom, hogy a hagyományok fontosak, hiszen ezek kötik össze múltat, jelent, jövőt. Ahogy Perneket Csilla tanárnő meg is említette, az a diákunk, aki ma a zenéhez a gitárkíséretet biztosította, ő egykori tanárunk, dr. Szabó Endre unokája, aki Bandi bácsinak a gitárján játszott és kísérte a dalokat. Az ünnepség végén kihirdették a Tinódi napi vetélkedő eredményét is, amelyet idén a 9. A és a 10. B osztály nyert meg holtversenyben. Sárvárváros önkormányzata, a Nádasdi Kulturális Központ, valamint a Krónikás nevét viselő Tinódi gimnázium január 30-án délután már a Várparkban emlékezett együtt Tinódi Lantos Sebestyén halálának 468. évfordulóján. A megemlékezés szónoka Kondora István polgármester volt. Január 30-án Tinódi Lantos Sebestyén halálának 468. évfordulóján tartott megemlékezést Sárvárváros önkormányzata, a Nádasdi Kulturális Központ, valamint a Krónikás nevét viselő Tinódi gimnázium. A megemlékezés szónoka az idei évben Kondora István polgármester volt, aki emlékező beszédében szólt Tinódi rövid sárvári tartózkodása mellett, munkásságáról, valamint életútjáról. Kiemelte, fontos, hogy sárváriként, illetve tinódis diákként Tinódi írásait megismerjük. Visszaemlékezett arra, hogy gimnáziumi évei alatt dr. Naszádos István történelemtanára fontosnak tartotta, hogy diákjai számára még közelebb hozza a város történelmét, köztük Tinódi Lantos Sebestyént, Szilveszter Jánost, Szegedi Körös Gáspár személyét és munkásságát. Kiemelte, hogy Tinódi elsöprő erővel mutatta be a korszellemet, saját korának leglényegesebb kérdését, a nemzet megmaradásának mindennél fontosabb gondolatát. Azt gondolom, hogy Tinódi írásai, bár nagyon keveset olvassuk rendszeresen nyilvánvalóan, de azért nagyon fontosak, mert kortörténeti dokumentumot jelentenek a mai ember számára is, és én azt gondolom, hogy szinte egy párhuzamot lehetne vonni a 460 évvel ezelőtti, vagy a 460-70 évvel ezelőtti történések között, tehát az összetartozás, a megbékélés, az együttműködés állandó üzenete, az szerintem a mai világban is nagyon fontos, különösen ebben a valóban nagyon kaotikus és nagyon bizonytalan világban, amely nem véletlenül, hogy a politikának a harcaiból következik, és természetesen, amikor mindennapjainkat élünk, akkor nem gondolunk ezekre az eseményekre, de ha egy kicsit távolodunk és felülről nézzük, akkor a két korba elég jelentős hasonlóságot látok én. Vájtfülűek úgymond olvassák Tinódi költeményeit, de a Tinódi gimnázium miatt nekünk van egy nagyon szoros összeköttetésünk ezzel a korral, részben a Eger históriájának az éneke, meg a Tinódi induló is összeköt bennünket, és szerintem a mindennapi életbe azért csak-csak bele szűrődik ez a hagyomány, mert hiszen itt arról van szó, hogy bár csak néhány hónapot volt itt Sárváron Tinódi, de a költő és a város közötti kapcsolat az sokkal korábbi, mert Nádasdy Tamás révén azért neki vannak ismeretei, voltak ismeretei Sárváról, és ezáltal ez a fajta hagyomány, amit mi nem hagyunk elveszni, mert mondanám az, hogy kötelező olvasmány és meg kötelező feladat is, hogy minden évben emlékezzünk Tinódira, ez megtartja ezt az emléket mindenképpen. Az emlékbeszédet követően koszorút helyezett el Tinódi szobránál, Sárvárváros nevében, Kondora István polgármester és dr. Márti Vadar alpolgármester, a Nádasdy Kulturális Központ nevében Takács Zoltán Bálint intézményvezető és helyettese Molnár Andrea, a Tinódi gimnázium nevében Németné Rádl Krisztina és a diák önkormányzat képviselői, valamint a dísz sorfalat álló Nádasdy Ferenc bandérium nevében Lőke Ildikó. A várparki megemlékezés lezárása volt a gimnáziumban tartott Tinódi napnak.
Tinódi szellemisége azonban ne csak január végén jusson el hozzánk, hanem szőjje át mindennapjainkat is. Benkő Sándor fotóművész, fotóriporter lett az év vasi embere 2023-ban. A Vasvár megyei közgyűlés és a Vas megyéért egyesület 26. alkalommal hirdette meg az év vasi embere választást. A kuratórium 10 jelölt közül döntött. Benkő Sándornak Sárvárváros önkormányzata is gratulált az elismeréshez. A városvezetők február 7-én köszöntötték a sárvári díjazottat. A Városházán köszöntötte Kondora István polgármester és dr. Márti Vadar alpolgármester Benkő Sándort, aki az év vasi embere 2023 címet elnyerte. Benkő Sándor 1983-tól 30 éven keresztül dolgozott a Vas népénél, alapítója volt a rendszerváltás előtt létrehozott Térkép című független heti lapnak. Az év vasi embere 2023 díjat a kuratórium döntése alapján Balázsi Péter vármegyei jegyző, a Vas megyéért egyesület elnöke és Majtényi László a Vas vármegyei közgyűlés elnöke nyújtotta át számára a vármegyeházán. Korábban, amíg aktív voltam, szinte valamennyi év embere díjátadáson részt vettem tudósítóként. Abba az időben még a megyebálokon adták át ezt a díjat, ez volt a megyebál csúcspontja, és úgy mindig úgy rácsodálkoztam azokra az emberek, akik ezt megnyerték, hogy lehet ezt az érzelmi túlcsordulást úgy elviselni, hogy még ott át is tudják venni, még tudnak valamit mondani, és aztán, amikor én rám került a sor, akkor már tudtam, vagy láttam, hogy ez nem volt olyan egyszerű, tehát nem olyan egyszerű ezt elviselni, mert ezt a bizalmat, ezt az ember úgy korábban rászolgálhatott, valószínű, azért kaphattam meg. Igazából nekem már ezzel kapcsolatban teendőm nincsen, mert megkaptam. Annyi teendőm esetleg van, hogy ehhez a bizalomhoz, ehhez a díjhoz méltónak kell maradnom. A sárvári fotóriporter számára a 2023-as esztendő nagyon sikeres volt. A MUOSZ fotóriporterek szakosztálya Arany Kamera díjjal ismerte el életművét. Augusztus 20-án Magyar Arany érdemkereszt kitüntetést vehetett át. Ősszel újabb kiállítást mutatott be a Zeneházában, most pedig az év vasi embere címet nyerte el. Ez egy aranyos év volt, én így nevezném, mert mint ahogy mondtad is, hogy az Arany Kamera díj az egy országos szakmai díj volt a MUOSZ részéről, aztán a Magyar Arany Érdemkereszt az egy állami kitüntetés volt, aminek szintén büszke vagyok, és akkor ezt megkoronázta még ez az év embere díj. De úgy igazából, úgy 2019-től indult el ez a dolog, ez az egész felfelívelő történetem. Nem tudom, hogy miért pont akkor, amikor megjelent egy könyvem, egy életműnek is tekinthető könyvem. Aztán Szombathelyen volt egy nagy kiállításom a sportházban, aztán Sárváron a Zeneházában volt egy kiállításom. Ja, és 2019-et azért említettem meg, mert akkor megjavasoltak a Prima díjra is. És az is nagyon-nagyon megtisztelő volt számomra. A városvezetők dr. Szejbert János helytörténeti könyvével és a városborával ajándékozták meg a sárvári fotóriportert. Jó egészséget, további szakmai sikereket kívántak Benkő Sándornak. A sárvári ökumenikus imahét második alkalmán megtelt a református templom katolikus, evangélikus és református hívekkel. Az istentiszteleten Pető Udvardi Andrea evangélikus lelkész hirdetett igét. A sárvári ökumenikus imahét második alkalmát a református templomban tartották, ahol a város mindhárom felekezetének képviselője közösen vett részt az istentiszteleten. A református templomot megtöltötték a három felekezet hívei. A megjelenteket Szent Györgyi László református lelkész köszöntötte, aki betekintést adott az idei ökumenikus imahét tematikájába és az istentisztelet rendjét összeállító afrikai Burkina Faso-ról. Ezt követően
hálaadást mondott Szent Györgyi László és Várhelyi Tamás városi plébános, Óra Krisztián plébános helyettes és Kirknov Gergely káplán. Az ige hirdetést Pető Udvardi Andrea evangélikus lelkész tartotta, aki egy gyermekkori emlékét elevenítette fel a hívek előtt. Ige hirdetésében hangsúlyozta az elfogadás, a határok, az erő, az értékek, a segítségnyújtás és annak elfogadásának fontosságát. Az egyik legismertebb jézusi példázat az irgalmas samaritánus példázata, amit választotta az idei munkacsoport. És azt hiszem, hogy részben azért, mert Afrikában, akik ugye ezt összeállították, ezt az imaheti anyagot, ugyanúgy aktuális ma is az üzenet, mint ahogy akár nálunk Európában. Tehát ez helytől, kortól függetlenül ugyanazt üzeni, méghozzá azt, hogy a mellettünk lévő ember az Isten képmása, és éppen ezért nem mehetünk el mellette, hogyha segítségre szorul. Egyre inkább az látszik, hogyha ránézünk a világ vallási térképére, hogy mi keresztények nem engedhetjük azt meg magunknak, hogy a szétosztottságunk meggyengítse az erőnket. Itt már nem felekezetekbe, hanem szerintem a keresztény vallás egységébe kell gondolkozni, hiszen a világvallások előretörése, illetve Európában is akár az iszlám térhódítása mégiscsak érezhető, és nekünk a keresztény felekezeteknek ugyanaz a mondani valónk, tehát a többi világvallással szemben ugyanazt képviseljük, ugyanabban az egy Istenben hiszünk, és ugyanazt a Jézus Krisztust valljuk Urunknak és megváltónknak. Nyilván vannak felekezeti különbözőségek, akár a vallás gyakorlás, akár az egyházi hagyományban, de azt hiszem, hogy nem ez a leglényegesebb, ami minket elválaszt, hanem az, ami összeköt. És ami összeköt, az akár ennek az idei mottónak is az alapja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És hogyha erre tudunk figyelni, akkor azt hiszem, hogy meg sokszorozódik az az erő, amit keresztényként, akár itt Sárváron, akár a világ minden pontján, ahol vannak keresztény gyülekezetek, képviselni tudunk. Az Isten tisztelet énekei az ökumenikus imahétre összeállított, mindhárom felekezet énekeit felvonultató énekekből került összeállításra. Az imahét programadó témája lengje be a 2024-es évünket. Szeresd Uradat, Istenedet, fele barátodat, pedig mint saját magadat. Az ökumenikus imahét záró eseményét a Szent László templomban tartották. Igét Szent Györgyi László református lelkész hirdetett, aki az irgalmasság szó bibliai jelentését járta körül. Az ökumenikus imahét záró eseményét a Szent László templomban tartották január 26-án este, amelyen valamennyi sárvári katolikus, evangélikus és református plébános, illetve lelkész részt vett. A hívek szinte megtöltötték a katolikus templomot, ahol Várhelyi Tamás városi plébános köszöntötte a megjelenteket, és szólt az ökumenikus imahét tematikáját és Isten tiszteleti rendjét összeállító afrikai, Burkina Faso-ban élő hívő katolikusok nehéz sorsáról. Ezt követően Várhelyi Tamás hálaadást mondott Pető Attila és Pető Udvardi Andrea evangélikus lelkészekkel, Óra Krisztián plébános helyettessel és Kirknov Gergely káplánnal. Igét Szent Györgyi László református lelkész hirdetett, aki az irgalmasság szó bibliai jelentését járta körül. Mert az irgalmas samaritánus történetbe érkezett, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Azt tartalmazza mindez, hogy az a szeretet, amit az Úristentől kapunk, szükséges, hogy megjelenjen emberi kapcsolatainkban, hiszen akkor nyer el igazi értelmét hitünk, hogyha azt beleírjuk a hétköznapokba. Miért fontos, hogy ilyen ökumenikus alkalmakon a sárvári keresztények összegyűljenek? Azért fontos, mert mindannyian keresztények vagyunk, Krisztus hívők, Isten gyermekei és idejárásnak testvérei. Jó, hogyha ezt meg tudjuk mutatni, de főleg, hogyha meg tudjuk élni, és az látszik rajtunk. Mi lesz a mai ige hirdetésnek a fő gondolata? A mai ige hirdetés mint egy záró alkalomként talán összefoglalja az eddigieket, és az irgalmasság szónak a jelentését, illetve a bibliai jelentését igyekszem érthetően elmondani. Az irgalmasság a mai, a 21. század emberének mit jelent? Jelente még valamit, vagy rá kell ma már vezetni az embereket erre a fogalomra? Én nagyon szeretném hinni, hogy jelent.
akinek belül jelent valamit, illetve fölülről kapja az irgalmasságot, az lehetetlen, hogy ő maga ne élje meg. Irgalmasnak lenni azt jelenti, hogy észrevesszük a bajt, észrevesszük, hogy hol tudunk mi magunk segíteni, és nem vagyunk restek ezt megtenni. A Sárvári Keresztény Egyházak képviselői a felekezetek által szervezett jótékonysági bálokon is megtisztelték személyes jelenlétükkel egymás rendezvényeit, és a jövőben is terveznek közös programokat. Folytatódott a sárvári báli szezon. A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola szülői közösségének január 27-i bálján Szakos Krisztina SM elnök és Szalai Varga Erzsébet köszöntötte a vendégeket, melynek méltó helyszíne immáron második alkalommal is a Parkin Hotel volt. A 8. osztályos táncosok alkalomhoz méltóan nyitották meg a bált. A koreográfiát Tóth Csabáné Marietta néni tanította be a gyerekeknek. Szijjártó Zsolt igazgató beszéde után a hála és köszönet szavai hangzottak el a szervezőktől. Példaértékű és szívet melengető érzés volt az a támogatás, amelyben részesültek az este megvalósulása érdekében. Rengeteg tombola ajándékot és felajánlást kaptak. A tombolából befolyt összeget továbbra is szeretnék az iskola tanulóira fordítani. Fellépett Bödő Niki vezetésével az A-Force One TSE két csapata és Szilágyi Varga Diana énekes. A zenéről Takács Ferenc tanár gondoskodott. A szervezők Szakos Krisztina, Szalai Varga Erzsébet, Szilágyi Józsefné dr. Pap Ildikó és Dénesné Méhes Gyöngyvér minden támogatónak és a Parkin csapatának is köszönik a támogatást. Hajnalig báloztak a sárvári reformátusok a 28. református bálban február 3-án a Parkin Hotelben. A bál díszvendége dr. Balikó Zoltán az Őrségi Református Egyházmegye helyettesítő lelkésze volt. A város nevében dr. Márti Vadar alpolgármester köszöntötte a bálozókat. A rendezvényen minden korosztály jól érezte magát. A Sárvári Református Egyházközség 28. alkalommal hívta bálba híveit és barátait a Parkin Hotelbe. Az idei évben is megtelt a hotel külön terme bálozókkal. A megjelenteket Szent Györgyi László református lelkész köszöntötte, aki örömének adott hangot, hogy az idén is megtöltik a bálozók a termet, köztük sok új bálozó is. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szabó Zoltán alpolgármester, Pető Attila és Pető Udvardi Andrea evangélikus lelkészek, akik két első bálozó kislányukkal érkeztek. A Sárvári Katolikus Egyház képviseletében pedig Óra Krisztián plébános helyettes vett részt a református bálban. Sárvárváros önkormányzata képviseletében dr. Márti Vadar alpolgármester köszöntötte a bálozókat. Örömének adott hangot, hogy a Sárvári Református Egyházközség egy nagyon összetartó közösséget alkot. Ezt bizonyítja az is, hogy most már 28. alkalommal báloznak együtt. Kiemelte, hogy a református közösség motorja Szent Györgyi László lelkész, aki tavaly 25 éves sárvári szolgálata elismeréseképpen a Sárvár városért érdemérmet is átvehette. Egy nagyon fontos tényező az, hogy már több mint 20 éve megrendezésre kerülhet, szinte a 30. jubileumot fogjuk egy-két éven belül ünnepelni. De hogyha megnézzük a többi egyház közösséget is, láthatjuk, hogy valóban ők is több évtizeden keresztül már szervezik a bájaikat, és ezt nagyon jó látni, ezt nagyon jó visszanézni, nagyon jó egyrészt visszaemlékezni is rá, és persze ad egyfajta töltetet is a jövőre vonatkoztatva. A világ nagyon turbulens körülöttünk, mindenféle furcsa dolgok történnek, és jó, hogyha valami stabil fogóckodót találhatunk magunknak. És ezek a bálok biztosan azok, hiszen a báloknak is megvan az ideje, megvan a mulatságnak, megvan az örömnek az ideje, és ez így jó, hiszen az emberi élet is úgy épül fel, hogy vannak szomorú pillanataink, és vannak boldogabb pillanataink, vannak táncos, örömteli pillanatok. Ez az időszak, ez éppen erre jó, ez erre szolgál. És hogyha látjuk azt, hogy ennek a közösségnek megvan az az éltető ereje, megvannak azok az emberek, akik nap mint nap energiával, munkával töltik meg, és aztán évente egyszer ez egy ilyen mulatságban megtestesül és kicsúcsosodik, az azt gondolom, hogy mindenképpen üdvözölendő. Én remélem, hogy ezek az alkalmak végeredményben a jövőre vonatkoztatva is mindig kis muníciót adnak, mert látjuk azt, hogy ha van múltunk, akkor fel tudjuk mérni azt, hogy hol is tartunk, és bátran tervezhetjük a jövőt.
A bál díszvendége dr. Balikó Zoltán, az Őrségi Református Egyházmegye helyettesítő lelkésze, matematika-fizika szakos tanár, mérnök, a teológia doktora volt. Keresztény emberként joggal várjuk el a papjainktól, hogy részesei legyenek az életünk minden pillanatának, akár bánat, akár örömér minket. Most az öröm és a tánc ideje van. Fergeteges estét kívánok mindenkinek, szólt dr. Balikó Zoltán. Szent Györgyi László lelkész szólt az egyházközösség idei évi terveiről. Talán a legfontosabb program az éppenséggel tavaly történt meg, de ugye az idei évtől kezdődően érvényes ez a presbitérium megújulása, tisztújítás, ami ugye idén 2024-ben kezdődött egy 6 éves ciklus, amúgy pedig éljük a megszokott életünket, talán rendkívüli eseményként a Rend nevű rendezvényt lehet kiemelni, ami mind a 6 egyház megyét érinti az 100 kerületben és 10 000 fős létszámmal történik majd meg Kaposváron. Szent Györgyi László örömének adott hangot, hogy nőtt a reformátusok száma városunkban. Nagyon örülünk ennek, én azt gondolom, hogy elsősorban ez nem a mi érdemünk, hanem annak a természetes helyzetnek a hozadéka, hogy keleti irányból, tehát Magyarország keleti részéről, vagy akár Kárpátaljáról is nagyon sokan jönnek, elsősorban a munka lehetőség miatt a mi irányunkba, és így tud gyarapodni a egyházközségünk is természetesen. A köszöntők után a Sárvári Néptánckör Egyesület bemutatója, majd a vacsora következett. A bálon a talpalávalót a Galaxy Tánc Zenekar szolgáltatta, akik fantasztikus hangulatot varázsoltak a táncparketre, ahol minden korosztály jól érezte magát. A táncparkett egyedül a tombola húzás idejére szabadult fel. A tombola bevételét az egyházközség közösségépítő programjaira fordítják. A bál szervezői jövőre is várnak mindenkit szeretettel a 29. református bálba. Kedves nézőink, műsorunkat programajánlóval folytatjuk. A Capella Savaria Kalló Zsolt művészeti vezető irányításával Bach műveiből ad koncertet a Sárvári Zeneházában február 17-én 17 órától. A zenekar ezúttal Bachot, mint tudós zeneszerzőt szeretné bemutatni közönségének a kiválasztott művek, köztük például a 42. és a 82. kantáta segítségével. Ezek mellett elhangzik a zeneszerző c-moll obola hegedű kettős versenye is. Az esten szólistaként közreműködik Kalavszki Adrián a szopránénekes, valamint Sztyepán Nodilo oboán és Kalló Zsolt hegedűn. A koncertre jegyeket az előadás előtt a helyszínen lehet majd vásárolni. Kevesebb széndioxid kibocsátás, kisebb üzemanyagfogyasztás, de azért nem kell éjjel-nappal használni. Elérhető ITEC hibrid verzióban is. Renault Captur továbbra is 6.749.000 forinttól, 5 év garanciával. Az Autó Baumgartner Kft. Várja a Renault és Dacia személygépkocsik iránt érdeklődőket. Az egységes Renault szabvány szerint megújult szalonunkban a legmodernebb technikai eszközök és felkészült értékesítési tanácsadók közreműködésével választhatja ki az ön számára leginkább megfelelő modellt. Amennyiben megtalálta álmai autóját, akkor helyben hitelügyintézéssel, biztosításkötéssel és minden új autóval kapcsolatos szolgáltatással állunk rendelkezésére. Szakértő kollégák segítségével minden modellünkhöz nagy választékban kínálunk tartozékokat, szezonális kiegészítőket. Szervizünkben a következő versenyképes szolgáltatásokkal várjuk. Renault és Dacia személy, valamint haszonjárművek garanciális és garancián túli javítása, időszakos karbantartása, gépjármű villamossági javítás, motordiagnosztika, karosszéria javítás, fényezés, kárfelvétel ügyintézés. Amíg ön a szervizben autójára várakozik,
addig igényesen kialakított kávézónkban vendégül látjuk egy kávéra frissítőre. Mozdulj Sárvár! Idén is sok-sok sportrendezvénnyel készülnek Sárváron, amelyekről a helyi sportvezetők február 7-én egyeztettek dr. Márti Vadar alpolgármesterrel a Városházán. Évnyitó megbeszélésre hívta dr. Márti Vadar alpolgármester, a Mozdulj Sárvár egészséges életmódot népszerűsítő program ötletgazdája, a helyi sportrendezvények szervezőit a Városházára. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a Mozdulj Sárvár programsorozat idén is a Sárvár Arénában megrendezésre kerülő hagyományos teremtájfutással indul február 22-én. Március 9-én nemzetközi karate kupa lesz Sárváron, majd várhatóan március végén a Futa Sárvár, Gurula Sárvár programot rendezik meg, amelyre várják a város lakóit. Remélem, hogy idén is nagyon mozgalmas évünk lesz, hiszen a Mozdulj Sárvár mozgalom már több mint 10 éve indult, és hát úgy látom, hogy a lendület az töretlen, hát itt jól körülnézek az asztalnál, akkor azok a sportvezetők, szervezők, akik ebben mindig aktívak voltak, úgy látom, hogy most is töretlen energiával és lendülettel a szervezésben benne vannak. Hát már ez csak az kell, hogy legyen a sportolni való kedv is, tehát hogy a lakosság is úgy gondolja, hogy érdemes ebben részt venni. Ezeknek a programoknak egy része olyan, amely valóban családilag látogatható, és hát mindenki kiveheti belőle a részét. És persze vannak egyébként olyanok is, amelyek végeredményben a városi profi sportélethez kapcsolódnak, de hát ez így jó, végeredményben láthatunk mindent a városban. Én annak örülnék nagyon, hogyha a városi sportos életmód és az ehhez kapcsolódó egészségtudatos életmód egyre inkább elterjedhetne. Dolgozunk további pályázatokon is, aminek több pillére lenne, és abból az egyik az egészségtudatos Sárvár, tehát az, hogy hogyan tudunk és mit kell tennünk ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, egyáltalán hogyan tudjunk felépíteni magunk körül azt a környezetet, azt a milliót, amelyben ezeket a tevékenységeket jó tenni. Hát most igaz, még csak február van, de hát én látom, hogy például a csónakázó tónál a futókörön hajnalon, te igaz, hogy még hideg van, de már érdemes kilátogatni, ahogy kell fel a nap, a természet szépsége. Tehát nagyon sokan a napró dolog van, amely összeadódik, és végeredményben jó lehetőséget ad, és persze emberileg meg feltönt bennünk lendülettel és egészséggel, és talán ez az egyik legfontosabb. A tervek szerint április 27-én lesz Sárvárváros sportnapja. Idén is szeretnének csatlakozni a futókörök napjához, de többek között sportágválasztót, nyári szezonnyitó strandkézilabda tornát, IS versenyeket, félmaratont is terveznek. Dr. Márti Vadar alpolgármester elmondta még, hogy közös szurkolást is terveznek a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság és a nyári olimpia idejére. Bízik abban, hogy idén is sokan részt vesznek a Mozdulj Sárvár programjain, ezáltal tesznek az egészségükért, és Sárvár, mint gyógyhely, az egészséges életmód népszerűsítésével példát tud majd mutatni más településen élőknek is. A Sárvár Aréna kupa sorozat február 3-án a felnőtt felkészülési tornával folytatódott a Sárvár Arénában. A döntőben a Sárvárfürdő Kinizsi óriási csatát vívott a Siófokkal, és látványos játékot produkálva 3 gólos győzelmet aratott a Sárvár, megnyerve így a tornát. A Sárvár Aréna kupa sorozat 6 csapatos felnőtt felkészülési kézilabda tornáján először 2-3-as csoportban körmérkőzéseket játszottak. Az első csoportban a Sárvárfürdő Kinizsi, előbb a Komárom vármegyei bajnokságban szereplő, könnye esély győzte le nagy különbséggel, majd az MB2-es Ajkát verte magabiztosan, így a döntőbe került. A második csoportot az MB2-ben a csoportját vezető, nemrég még nemzetközi kupát nyerő Siófok KC nyerte a Büki TK Bükkfürdő és a VKL-ese Győr előtt. A döntőben a Sárvárfürdő Kinizsi óriási csatát vívott a Siófokkal, és látványos játékot produkálva 3 gólos győzelmet aratott a Sárvár,
megnyerve így a tornát. A rendezéssel mindenki elégedett volt, mi magunk is örültünk neki, hogy helyet otthont adhattunk az arénában egy ilyen szerintem kimondottan színvonalas felkészülési tornának. Ugye 6 csapat volt, a 6-ból 5 az jó erőt képviselt, MB2-es csapat volt, mind közülük szerintem kiemelkedett a Siófok, aki ugye néhány évvel ezelőtt még nemzetközi kupát nyert, hát azóta változtak a viszonyok. Most egy másik csoportnak a lista vezetője, tehát ő kimondotta a jó játékerőt képviselt, jó mérkőzések voltak, színvonalas meccsek, ugye reggeltől estig mentek a mérkőzések, szép számmal voltak nézők is, a végére kimondotta jó, szinte igazi bajnoki meccs hangulat volt, doboltak, szurkoltak. A mi szempontunkból pedig mindenképpen jól sikerült. Én az eredményhirdetésnél azt mondtam, hogy talán kisebb meglepetés, de megnyertük a tornát, mert azért az erőviszonyok inkább a Siófok győzelmét vetítették előre. De egy nagyon jó döntőmérkőzést játszottunk a Siófokkal. Előtte mindkét csoportmeccsünket viszonylag magabiztosan, hát az elsőt azt nagy gólarányjal, a másikat azt magabiztosan nyertük. Így játszottunk a döntőben akkor a Siófokkal. Siófok nagyobb játékos állománnyal rendelkezik, NB1B-be akar fölkerülni, tehát nekik mások a céljaik. Éppen ezért jól is kezdték, jobban kezdték a meccset, mint mi, azt hiszem 6 góllal is elhúztak, de akkor a Bence az edzőnk időt kért, helyre rázta, gatyába rázta a csapatot, ha lányoknál lehet ilyet mondani, és utána egy nagyon jó mérkőzést fölzárkóztunk, végig ragadtunk a Siófokra, és a végjáték ezúttal a miénk volt, meg tudtuk fordítani a meccset, és azt hiszem 3 gól különbséggel tudtunk nyerni, és így a kupa győztesei lehetünk. És még egy külön díjat is elhoztunk, a legjobb kapus az a mi kapusunk, Tömő Alexandra lett. A Sárvárfürdő Kinizsi, MB2-es felnőtt női kézilabda csapata a február 17-én kezdődő tavaszi szezonra való felkészülés finisébe érkezett. Ez a torna arra is jó volt, hogy esetleges hibákat lehetett látni, hogy mire lehet építkezni, mi az, ami jól megy a csapatnak, amit tovább lehet vinni. Ez már a Skoda Bence dolga lesz, hogy szakmailag ezt a 2 hetet lehúzza. Én úgy gondolom, hogy eddig minden a terv szerint alakult, és ami nagyon fontos, hogy a tornán, a kupán sem történt sérülés, mert ugye az utóbbi időben minket az ág is húz ilyen szempontból. Bízunk be, hogy ebbe a 2 hétben már nem lesz sérülés, és akkor 17-én majd Bükön, akár azt is mondhatom, hogy egy kiki meccsen játszhatunk a Bükkel, reméljük, hogy ez így lesz, és akkor majd rá egy hétre, 24-én pedig az első hazai mérkőzés lesz tavasszal, illetve ez lesz egyben az utolsó alapszakaszos hazai mérkőzés, az pedig majd a Győri Szese csapatával lesz. Jelenleg a 4. helyen áll a csapat. Mik az elvárások, mivel lenne elégedett a stába vezetés? Ugye most majd, ha lezajlik az alapszakasz, amiből 3 meccs van hátra, akkor utána a 8-ból alsó és felső ház lesz, tehát az első 4, majd az bajnoki címért játszhat, a második 4 meg egy másik csoport hasonló helyen végzett csapataival, a kiesés ellen küzd, hát mi nem szeretnénk a kiesés ellen küzdeni, ezért avval lennénk maximálisan elégedettek, hogyha ezt a 4. helyet legalább megtartanánk, és akkor a felsőházba kerülnénk. A Sárvár Aréna kupasorozat tavaszi fordulóját az U14-es kézilabdázók zárták a Sárvár Arénában. Folytatás ősszel. Kedves nézőink, műsorunkat továbbra is sporttal folytatjuk. Az Aranylábú Vastyúkok Sportegyesület is részt vett az Alpokalja Női Kupán. A Szentgotthárdi Női Kupára 6 csapat nevezett, akik körmérkőzéses formában döntöttek a helyezések sorsáról. A sárvári csapat 1-1 vereség és döntetlen mellett 3 győzelemmel a második helyen végzett. Műsorunk végén most következzenek legfontosabb híreink, röviden. Névadó. A sárvári Tinódi gimnáziumban január 30-án délelőtt megemlékező programokat szerveztek névadójuk Tinódi Lantos Sebestyén halálának 468. évfordulója alkalmából. Megemlékezés. A Sárváron 1556. január 30-án elhunyt énekmondóról az önkormányzat, a kulturális központ és a sárvári gimnázium együtt is megemlékezett a Várparkban. Az év vasi embere Benkő Sándor fotóművész, fotóriporter lett 2023-ban. Az év vasi embere, a sárvári alkotónak Sárvár vezetői is gratuláltak az elismeréshez. Imahét. A sárvári ökumenikus imahét második alkalmán Pető Udvardi Andrea evangélikus lelkész hirdetett igét a református templomban. Záró istentisztelet. Szentgyörgyi László református lelkész ige hirdetésével zárult az ökumenikus imahét Sárváron, a katolikus templomban.
Református bál. A 28. Sárvári Református bál díszvendége dr. Balikó Zoltán helyettesítő lelkész és dr. Márti Vadar alpolgármester volt. Mozdulj Sárvár! Idén is sok-sok sportrendezvénnyel készülnek Sárváron, amelyekről a helyi sportvezetők február 7-én egyeztettek a Városházán. Kézilabda. A Sárvár Aréna Kupa sorozat február 3-án felnőtt felkészülési tornával folytatódott a Sárvár Arénában. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című közéleti műsorunk február 10-i adását látták. Műsorainkat megnézhetik YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is. Új közéleti magazinnal február 17-én jelentkezünk majd. A viszontlátásra!